Szevasztok! Épp az előbb, vagyis hát inkább egy órával ezelőtt mosattam le a kocsimat, és az jutott eszembe, hogyha már ilyen jól látszanak ennek köszönhetően a gumin a számok, a betűk, a jelzések, akkor előadok ezzel kapcsolatban egy rövid, de felettébb hasznos információs anyagot, konkrétan a használt gumiabroncsokról. Nem a futózott gumikról, bár az is megérne egy misét, hiszen balesetveszélyesek, sőt életveszélyesek, és nem egyszer komplett családok haltak meg emiatt, úgyhogy aki gumifutózással foglalkozik, mindegy, hogy kereskedelemmel vagy gyártással, az életellenes bűncselekményt követel, és azt én személy szerint tárgyalás nélkül azonnal megölném, de ez csak az én magánvéleményem, és ezzel igazából nem is kell törődni. Ez a videó ehelyett inkább azoknak a hozzám hasonló autósoknak szól, akik a használt, de jó minőségű gumiabroncsokat preferálják, ami abszolút érthető szerintem a részükről, hiszen tudjuk, hogy az újak árának a töredékért megvásárolhatjuk őket. Viszont nagyon sokan vannak laikusok a témában, akik nem tudják, hogy egy ilyen vásárlásnál mire kell igazán odafigyelniük. Ez pedig a DOT szám, amit mindjárt mutatok, csak előtte még gyorsan elmondom, hogy mit kell ezzel kapcsolatban tudni. Rengeteg fals információ kering a neten ezzel kapcsolatban, de az állítólagos szakértők egybehangzó véleménye a következő. Egy gumiabroncs a gyártási dátumától számított 10 éven belül használható biztonságosan. Persze ez függ attól is, hogy mennyit futott és hogy megvan-e a Kresszártól előírt mélysége a futófelületen a mintázatnak, de most nem erről van szó. Tehát amiről szó van az, hogy egy gumiabroncsot mikor legyártanak, akkor az első 3 évben frissen gyártottnak minősül, majd az ezt követő 2 évben, tehát 5 éves koráig újnak, majd az azután 5 évben 10 éves koráig jó minőségű, biztonságos guminak minősül. És amit még így tudni kell erről, hogyha esetleg nem szerelik fel azonnal a gyártást követően, hanem megfelelő körülmények közt tárolják, akkor a gumikeverékbe vegyített speciális adalékanyagnak köszönhetően a gumi nem fog, illetve nagyon sokkal lassabban fog reakcióba lépni a levegő ózon és oxigén tartalmával, tehát megnyúlik a reakcióidő, a reakciós hatás csökken, így a gumi élettartalma is meg fog növekedni, és attól függetlenül, hogy tárolták 5 évig, ugye nem fog annyira oxidálódni, így 5 éves korában is minősülhet még frissen gyártottnak, de én azért ezeket a dolgokat fenntartással kezelném, és nagyon szem előtt tartanám azt a bizonyos 10 évet, amiről az előbb beszéltem. Jó, és akkor mindjárt mutatom a DOT számot, mert ugye onnan tudjuk meg, hogy hány éves, mennyi idős egy gumi, de annyit még gyorsan elmondok, hogy ez a DOT szám. Tehát van egy DOT kódsorozat, és a végén van egy bekeretezett 4-jegyű szám, de csak a bekeretezett 4-jegyű szám, az mindig csak a guminak az egyik felén, az állítólagos külső felén található, ami rejtély számomra, hiszen nálam bármelyik oldal lehet külső oldal, és meg az is rejtély számomra, hogy miért nem lehet egyszerűen rányomatni a gyártási dátumot, miért kell így rejtjelezni, de biztosan jó oka van rá a gyártóknak, mindegy legyen. Jó, akkor mutatom ezt a DOT számot. Na nézzük csak, kicsit ráközelítek, remélem látszik rendesen. Tehát itt van ez a DOT kódsor, és a végén van ez a 4-jegyű szám ebben a keretben. De ahogy mondtam, a másik oldalon csak az üres keret van, ott a szám már nem lesz benne. Tehát ennek a guminak a DOT száma az 1911, ez azt jelenti, hogy a 19. héten készült, 11. évben, tehát 2011-ben. Ja, azt az előbb nem mondtam, hogy a DOT szám lényege ennek a 4-jegyű számnak, hogy az első két számjegy a gyártás hetét jelöli, a második két számjegy pedig a gyártás évét. Tehát ez a 19. héten 11-ben készült 2011-ben, tehát most körülbelül 8 éves gumi. Jó, akkor ennyit a DOT számról, és hogyha már itt gubbasztok a gumi mellett kamerával a kezemben, akkor a laikusok kedvében járandó, megmutatom már azt is, hogy hol tudják megnézni a gumi méretezését. Az pedig itt van, azt mondja, hogy ez mondjuk most pont nem egy szabvány gumi a kocsimra, de arra tökéletesen megfelel, hogy szemléltessem a tananyagot. Tehát itt van, ez a 215/70 R16. Ez azt jelenti, hogy a gumi futófelülete 215 mm széles, 70%-a a futófelület szélességének a gumi magassága, tehát a futófelület szélességének a
Hát oké, jól mondtam, és 16-os felnire szerelhető fel. Tehát még egyszer elmondom, 215 mm széles a futófelület, és a futófelület szélességének 70%-a a gumimagasság, és 16-os felnire szerelhető. Jó, ezzel végeztünk is, ennyi volt az oktatóanyag. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!